egy hónap alatt sem sikerült kiderítenie a szocialisták EP lista vezetőjének, mennyi uniós támogatást hívott le hazánk a csatlakozás óta. Göncz Kinga az MSZP juniálisán kampányolt, ahová Lampert Mónika és az MSZP Tocsik ügyben érintett egykori pártpénztárnoka is elkísérte. Szavazás erről, felhívása. Köszönöm, viszontlátásra. Kampányrendezvényt és megyei juniális tartott az MSZP Romhányban. A település díszpolgárát, Lampert Mónikát és Göncz Kinga EP lista vezetőt is pálinkával fogadták. Kedves Mónika, szeretettel köszöntünk, a jó Isten adjon meg téged. Köszönöm szépen. Itt Romhányban. A rendezvényen ott volt Boldvai László, az MSZP Tocsik ügyben érintett egykori párt pénztárnoka is. A jelenlegi országgyűlési képviselőt azonban hiába kérdeztük arról, hogyan tudja fenntartani több mint 1000 négyzetméteres villáját a képviselői fizetéséből. 820 ezer forintos bruttó fizetéséből. Jó, köszönöm szépen. Jó, bocsánat. Jó. Boldvai ellen egy magánszemély kezdeményezett vagyonosodási eljárást. A szocialisták azonban nem vizsgáltatták ki, miből telik a nógrádi képviselőnek a Salgó-Tarjáni rezidenciájára felvett hitelek törlesztésére és a rezsire. Nem csak Boldvai, az MSZP elnök helyettese is menekült kameránk elől. De nagyon röviden csak, hogy arról beszéljen nekünk, hogy... Bocsánat, de én itt vendég vagyok egy rendezvényen. Jó, tudom, nagyon hogy szeretném, hogyha nem lenne ilyen erőszakos. Bocsásson meg, de gyere, engem tisztott néhány kérdés, tehát az nem tényleg nyilatkozott meg. Nekünk, miért nem? Helyes Mónika. Minden csak azt kívánom, sejtés békét az egész nagy világ. Göncz Kinga arra buzdított, hogy június 7-én minél többen menjenek el szavazni. Hozzátette, a kampány körúton sok olyan információt kapott, amit majd hasznosítani tud európai parlamenti képviselőként. A szocialista politikusnak azt ugyanakkor egy hónap alatt sem sikerült megtudnia, hogy pontosan mennyi uniós támogatást hívott le Magyarország eddig a 8000 milliárdos keretből. Nagyon sok szám van, amit ténylegesen kifizettek, az körülbelül 400 milliárd, de hát azt tudjuk, hogy ez 2014-ig, illetve 16-ig szól, hisz van plusz két év mindig a források felhasználására, elszámolásra. Körülbelül 2000 milliárd az, amire már ténylegesen szerződéskötések történtek. A helyiek főzőversenyt is rendeztek, ahol babgulyást, halászlét és pörköltet kínáltak a vendégeknek. Valószínűleg.